These people were so drunk that they couldn't understand the sentence. I am not a prostitute, I'm a soldier. Soldier? Magyar Honvédség. This is Magyar Honvédség. Soldier? Magyar Honvédség. Hello? Magyar Honvédség. Soldier? They didn't understand. Tehát itt az a probléma, hogy közölték, ilyeneket mondtak. Ilyeneket. Én kém vagyok. I'm spy. No, soldier. Soldier. Olyan mértékben voltak alkoholisták a kórházba, hogy elfelejtették a nevemet, az Abdul volt az egyetlen józan, ő hívott Edinának. Voltam Claire, Tricia, Patricia. Tehát olyan riportot írtak rólam, ami nem tudjuk, hogy ki, azt hiszem az Irina, ő közölte, hogy ő meg nem moldáv, hanem litván, és a Putyin ne hozza. Olyan mértékben alkoholisták, hogy ölültem, így maszkáltak el, így mutatom, így maszkáltak el, így maszkáltak el előttem, 3 évig kinőltem fürdetlenül, és ilyeneket állítottak, hogy naponta 30 csávóval dugok, úgyhogy nem fürödtem, de már 2 éve. Így össze volt tapadva a hajam, ezt viccesnek találom, ezt nagyon viccesnek találom, de... So they kept stating that I'm prostitute, and now they cannot prove. No, because the sex partners, they are like, we are lawyers, and they kept stating that she's in trouble, right? Ilyen ügyvédek jöttek oda, ez a csaj bajban van, nem? Hol ez a Magyarország, vagy mi ez, Budapest? Mit kell csinálni? Most csak nem tudjuk, hogy mi van itt. Jó? Tattál össze vannak zavarodva. Ezek még nem tartanak ott a csepacsék. Jó? Itt nem tudunk ilyen one night standet csinálni, vagy hogy mondjam, meg ilyen. Csak ez nálunk nem működik, hogy gyere át. Nálunk nem működik az, hogy gyere át. Mert össze-vissza vagyunk költöztetve. Egy. Nekem ilyen üzeneteket szoktak küldeni, hogy gyere át. És ilyen Lucia. De bőkém leszbikus. Minek menjek a Lucia? De át akarok menni, csak nem küldött címet, mert vennék egy ilyen baseball-os övelét, és megbeszélnék a frankóval. De majd meglátjuk, jó? Mert itt ami van, ez káosz. Tehát együtt élnek emberek, mint a 30 éve, és valami oknál fogva nem akartak összeházasodni. Vagy azt állítják a papnak, hogy ők férj és feleség, de teljesen máshol alszanak 30 éve. Nem baj, majd valami lesz. Herik, ez nem Budapest, ne sparkoljátok ezeket, mert szeretnénk őket valahogy lenyugtatni, mert amit itt csinálnak, de komolyan. Azt hiszik, hogy ők te. Nézd meg ezt. Ez egy te korodbeli fiatalember, még nem is látott nőt, érted? És ő azt hiszi, hogy te vagy, és ilyeneket állít, hogy csak szeretőt tartok, de nem tudja, hogy ki az. És ez a szeretője. De ez egy gépjármű, tehát nyugodjál meg, Herik, itt nem a legszerűbb az élet.